Városunkban nagy hagyománya van az ütőegyütteseknek, amelyek a zeneiskola tanszakából nőnek ki. Több korosztály gazdagította már a város zenei palettáját. Legutóbb a Fehérló közösségi házban tartották a dobszerdát, de kedden. A korosztály az elég széles, mert a legfiatalabb 8 éves, a legidősebb pedig talán ilyen 16-17 éves, aki ma a színpadra lép. Hát ugye a tanítványok, akik fellépnek, hát körülbelül 19-20 műsorszám lesz, ugye leginkább ezek kamara produkciók, hát a színpadon így megfordul körülbelül egy olyan 30-40 gyermek. Pap Rihárd közel 7 éve dobol. Papám, illetve az unokatesom is dobos volt, emiatt én is szerettem volna ez lenni. Másrészt pedig eleinte a gitározással próbálkoztam, az annyira nem jött be, így választottam ezt a hangszert, mivel a ritmusokat imádom, szóval inkább választom a ritmust, mint a dallamot. A hangversenyen főként a mosonmagyaróvári növendékek játszottak, de érkeztek vendégütősök Veszprémből és Tapolcáról is, sőt a három város tanárai is összeültek egy produkció erejéig. Egy kicsit megfordul a szokványos zene, vagy a zenekari felállás, mert itt csak dobok és ütőhangszerek fognak szerepelni. Igazából egy vagy két számban jelenik majd meg a zongora, de a többi az mind ütőhangszer lesz. Nincs olyan teremtmény a világon, amiből egy ütős ne próbálna meg hangot kicsiholni. Van egy csomó afrikai, illetve egyéb helyekre származó hangszer, ezek a kis csörgők, meg stb. Ezeknek a tárháza az egyszerűen megszámolhatatlan, úgyhogy úgy pontosabban nem tudnánk mondani, de például a guiró, amin húzogatni kell egy rudat, és végül is olyan hangot ad ki, mint egy béka, ezek mind nagyon érdekes hangszerek szerintem.